Dr. Edith Éva Éger a Döntés című regényét ajánlom. Ezt én novemberben olvastam, és számomra ez volt az a könyv, ami azt mondhatom, hogy gyakorlatilag egy olyan mély periódusból húzott ki az életemben, amikor nem voltam túl jól. Ez a könyv egyébként Edith Éva Éger saját története. Őt 44-ben kihurcolták Auschwitzból családjával, amikor 16 éves volt, és túlélte a holokausztot. Viszont aki nem szereti a holokauszt regényeket, az se ijedjen meg, ez nem egy holokauszt regény. Az egyharmada szól arról, hogy hogy élte túl a Auschwitzot, a náci haláltábort, és hogyan nézte ő végig, hogy gyakorlatilag a szüleit meggyilkolják, de a nővérével túlélte. És ezt követően viszont, amiért különlegesen érdekes ez a könyv, vagy különösen érdekes ez a könyv, az, hogy ő kivándorolt Amerikába, és pszichiáter lett. És tulajdonképpen az ő életét olvashatjuk, illetve eseteit olvashatunk, és arra tette fel az életét, hogy megtanítsa az embereknek azt, hogy hogyan tudnak megbocsájtani a múltjukban történt sérelmekért, hogyan tudják elengedni a fájdalmakat, hogyan tudnak túl lenni olyan dolgokon, amin azt gondolják, hogy nem lehet soha túl lenni. És azt gondolom, hogy egy olyan nő szájából ez, aki túlélte a holokausztot, és gyakorlatilag képes megbocsátani Hitlernek és Mengelének, azt gondolom, hogy más hitelesebben nem mondhatná el. Az én életemben is egyébként nagyon fontos volt ez a könyv, mert segített olyan sérelmeket elengedni, meg olyan dolgokat így, nem is tudom, olyan dolgokon így tovább lépni, amit nem gondoltam volna, úgyhogy ezért is különösen fontos helyet foglal ez a könyv a szívemben. Gyakorlatilag ajánlom azoknak, akik érdeklődnek a holokauszt iránt, ajánlom azoknak, akik szeretik a pszichológiai témájú könyveket, ajánlom azoknak is, akik mondjuk az önéletrajzi regényeket szeretik, de összességében szerintem mindenkinek való, aki mondjuk élt már meg fájdalmat és esetleg nem tudta elengedni.